hagyományokhoz híven idén is megtartotta a teveli székely kör a székely disznóvágást. Erős Pál, a szervezet elnöke azt mondta, a szervezők célja a hagyományok felidézése, megőrzése. Mind maga a tevékenységébe, hogy hogyan végezték, hogyan csinálták ezt a munkát, illetve szeretnénk a gasztronómiába is a hagyományos ízeket bemutatni, hagyományos ételeinket elkészíteni a disznóvágás alkalmával. Ugye itt láthattuk, ugye szalmával pörzsöltek a székelyek, utána hagyományosan boncasztalon szedjük szét, majd az egyéb ételek elkészítésén, tehát a hagyományos rántott hús, ami nem keverendő a bécsi szelettel a székelyeknél, hanem tarjából készült zsírjára lesült hús, azért mondják, hogy megrántódott a zsírba. Rántott hús, tiszteletbe tartjuk, mert itt van a német csoport is, közösen vagyunk disznóvágáson, ők elkészítik a hagyományos szaurász, ilyen savankás pörkölt, nagyon finom ételüket, sült máj, sült vér, ezek a reggelik. Bukovinában nagy mennyiségű őrölt paprika nem volt, ezért átalakult a székely kolbász és a szalámi készítése. A helyi németektől, az itt élő sváboktól vettük át, és az ő általuk elkészített szalámik nagyon megtetszettek, és az ő receptjüket szinte azokat használjuk. Na most azt az meg lehet említeni, hogy valamilyen szalámink nekünk is volt, valamikor én emlékszem gyerekkorából, ami sóval és borssal ízesítették, de ez a paprikás szalámi, ez azért elnyomta. Na most itt mindenki természetesen szájízre fűszerez. Most a kolbásztöltőt nem úgy csináljuk, hogy egy böllér fogja kolbászokat megtölteni, hanem csapatokat hozunk létre, és minden kis csapat a saját ízlése szerint fűszerezi. Mindenki kap egy 4-5 kg húst, és azt fogja elkészíteni. Egy picit meg is felsenyeztetjük, tehát létrehoztunk egy zsűrit, és ez alapján majd meglátjuk, hogy kinek siker a legjobban, a legfinomabb kolbász. A teveli székely kör 1989-ben alakult. Alapvető tevékenysége a hagyományőrzés, hát ezen belül a legerősebb tevékenységünk a népdaléneklés, ez a fő tevékenységünk, ahogy mondhatom. Ennek van egy jelenleg 18 fős énekkara, sajnos múlik az idő és egyre öregszik az énekkar. Ez mellett másodlagos tevékenységünk a egyéb népszokások felemelítése, megőrzése, átadása, tehát így szoktuk megünnepelni a húshagyó keddet, a csobányolást, a karácsonyi népszokásokat, ezeket az eseményeket. Ugyanúgy időközönként, ha születendő annyi gyermekünk, el szoktunk menni ilyen. Hát mi azt mondjuk, hogy Radinába, Keresztelőre, az is egy hagyományos, egy speciális eset. Tehát ezek a népszokások felemelítése. Ez mellett végzünk egy úgymond letelepedésből adódóan iratgyűjtési tendenciát, ahol a hazatérőket, honosítási okiratokat próbáljuk fölgyűjteni, és ezeket megőrizni az utókornak. És ugyanilyen elég erős tevékenységünk a népviseletünk bemutatása, ami már egyre nehezebb, ezeket úgy oldjuk meg, hogy több mint 50 darab babánk van népviseletbe beöltöztetve, ezek megfelelően a kornak, tevékenységnek időben, tehát ünneplő vagy hétköznapi ruhákat így mutatjuk be egy kiállítás formájában, ami állandó kiállítás itt a termünkbe. Ján Ernő a közösségépítés erejét emelte ki. Nagyon jó a társaság, és hát nagyon sokan vannak, akik még nem láttak ilyen, nem láttak disznóvágást, nem tudják, hogy hogy van a disznópörzsölés, az nagyon sok fiatal van, és ez ugye most lehetőséget ad, hogy megismerik a disznóvágást, és a csoport összejön, a két csoport, és nekünk ez nagyon nagy élmény, hogy együtt lehetünk, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk mulatni. Este jön a vacsora, közös éneklés, és nagyon boldogok lehetünk, hogy itt lehetünk. A sváb és a székely disznóvágási szokások kismértékben eltérnek egymástól. Régen nálunk is úgy volt, hogy szalmán megpörzsöltük, és mi rénfán szoktuk szétszedni. A székelyeknél meg úgy volt, hogy leakasztottak egy csűrajtót, és akkor a földön szokták pörzsölés után ők is szét szokták szedni. Nálunk még a tölteléknél még annyi, hogy mondjuk én fogok csinálni krumplis kolbászt. A sváboknál volt, ugye spórolás miatt már szegények voltak, higítjuk a tölteléket még krumplival. És még szoktunk káposztást is csinálni, káposztás kolbászt is. A két csoport annyira összenőtt, mert szinte az én feleségem is széke, hogy sok különbség már nincsen. Egyformán csinálunk, mert egyedül ez a krumplis kolbász, amit a svábok csinálnak. Mondjuk én perpillanatén még minden évben vágok és csinálok is krumplis kolbászt. Fazekas Attila, Tevel polgármestere kiemelte, a településen nagy jelentősége van a disznóvágásnak. A közösség a lényeg, tehát igazándiból, tehát úgy gondolom, hogy egy kis település akkor tud megmaradni a mai világban, hogyha összefognak az emberek. És nem csak a népcsoportok,
hanem a népcsoporton belül is, tehát muszáj összefogással, barátsággal lenni, hiszen akkor tudunk egy egységet alkotni. És ez nagyon fontos mindig. Jelentősége nem kisebb, de nagyon kevesen vágnak már a mai világban sertést. Ennek több összetevője van, tehát a mai fiatal generáció az már ezt a fajta munkát, vagy ezt a fajta dolgot munkának veszi, és ez miatt sem szeretné, illetve hát a táplálkozási szokások is átalakultak, tehát kevesen szeretik mondjuk a sertésből készült véresurka, májasurka, mindenféle disznóságot, inkább ugye a baromfi, vagy pedig a készételek fele tendál a konyhavilága, és ahogy kihalnak, vagy fogynak az öregek, vagy fáradnak, és nem tudják, így szép lassan ez a hagyomány is egyre jobban háttérbe fog szorulni, meg már szorul is. A szervezők 2025-ben is megtartják a teveli székely disznóvágást.